A Pannon Televízió híradójával folytatjuk, lássuk a nap kiemelt híreit először csak egy-egy mondatban. Újra itt a tél, havazott térségünkben. Az előrejelzések szerint a hirtelen hőmérséklet csökkenés a hét végéig is kitarthat. A Magyar Nemzeti Választási Iroda megkezdte a levélcsomagok postázását. A mai naptól elérhetőek a támogatott mezőgazdasági hitelvonalak Szerbiában. 3 millió dinár értékben szigetelték a Bács-Kossuth-falvi általános iskola épületét. Újra itt a tél, havazott térségünkben. Az előrejelzések szerint a hirtelen hőmérséklet csökkenés a hétvégéig is kitarthat. Kedden a legmagasabb hőmérséklet plusz 4, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig mínusz 1 fok körül alakulhat. Továbbra is számíthatunk hóra és havas esőre is. Hétfő reggel hóesésre ébredtettek Szabadka város lakói. A meteorológusok szerint a téli időjárás egészen a hétvégéig is eltarthat. A Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat munkatársai hétfő délelőtt nekiláttak a járdák tisztításának, a téli szolgálat pedig már éjszaka sózta az utakat. Föl voltunk készülve, az éjszaka van ez az Imszka szúzsba, azok bejöttek túrni havat és sózni. Mi meg jöttünk az átjárókat ellapáton, hogy a népek rendesen bírjanak közlekedni a zebrán keresztül. Az illetékesek szerint a Vojput fel volt készülve a márciusi havazásra, már éjszaka elkezdték tisztítani az utakat. Komolyabb havazás pedig olyan egy óra körül kezdett esni, ami kezdett megmaradni az utakon, és azonnal mi az kocsikat ki is küldtük az utakra, ha tisztít, előzetesen lesóztuk az utakat, majd a később folyamán, mikor láttuk, hogy olyan mennyiségbe hull a hó, hogy megmarad az úton, akkor elkezdtük a hókotrókkal is tisztítani. Garajszki Róbert mezőgazdasági termelőt meglepte a havazás, hiszen a szélsőséges időjárás nem tesz jót az idei termésnek, és a munkával sem lehet haladni. Itt vagyunk március elején a mezőgazdasági munkáknak a kezdetén, és a hó pedig most esett le. De hát egyik szempontból jó, mert addig még a hó esik, nem kell dolgozni. De hát a... Kedden és szerdán továbbra is felhős lesz az ég. Többfelé számíthatunk hóra és havas esőre. Reggelente gyenge fagy valószínű. Csütörtökön változóan felhős időre van kilátás, elszórtan számíthatunk havazásra. A hétvégére felmelegedés várható az időjósok szerint, ekkor már nem lesz jelentősebb csapadék. A hét folyamán a legmagasabb hőmérséklet plusz 9, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig mínusz 3 fok körül alakul. Szabadka mellett Vajdaság több településén is havazásra ébredtek a lakosok, az utak nagy része járható volt napközben, az illetékes közvállalatok kárelhárítói és munkásai mindenütt a terepen dolgoztak. Topolyát és környékét hétfő reggelre több mint 10 cm-es hótakaró borította. A Komrád kommunális vállalat már az éjszaka folyamán elkezdte tisztítani, sózni és kőtörmellékkel szórni az utakat. A települések felé járhatóak az útvonalak a község területén. Az illetékesek kérik a lakosokat, hogy saját házuk táján tisztítsák le a járdákat. A márciusi havazás azokat is megviseli, akik egyébként szeretik a téli időjárást. Én kifejezetten szeretem a havazást, amikor annak ideje van, de most már úgy érzem, hogy jobb lenne, hogyha tavasz lenne, úgyhogy az előző hóesésnek sem nagyon örültem már, ennek meg végképp nem örülök, mert hát várjuk a tavasz, várjuk a jó időt, most már közeledik a húsvét is, úgyhogy arra kellene egy kis napsütéssel készülnünk. Esett a hó Zentán is, a hőmérséklet 1 és 2 fok körül alakult. A központban lévő utakon gyorsan elolvadt a hó, a közlekedésben nem volt fennakadás. Sokan évek óta nem tapasztaltak márciusban ilyen zord időjárást. Gyerekkoromban én 72 éves vagyok, de lehettem olyan 8-9 éves, arra emlékszek, hogy olyan nagy hó volt, hogy a szomszédban nem láttam át, május volt, és a kukoricák elfadtak. Óbecse is fehérbe borult éjszaka, a közlekedést nem nehezítette a leesett hó. Az utak nedvesek, ezért a járókelőknek, valamint az autósoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük. Nagybecskereken, bár a járókelők az olvadás következtében a pocsolyákat kerülgették, már csak nyomokban lehet felfedezni hófoltokat a járdaszegélyeken. A havazást a hétfő délelőtti órákban szitáló eső váltotta fel.
Magyar Kanizsa község területén az éjjel kezdődött havazás eredményeként reggelre mintegy 4-5 cm vastag hóréteg alakult ki. A horgosi tiszamenti vízművek hóeltakarítói és sózói már az éjjel kivonultak és megkezdték a legkritikusabb helyek tisztítását. Az utak járhatóak voltak. A Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat kisebb munkagépei és emberei a parkolókat, a forgalmasabb köztereket és a járdákat takarították. Magyarország számos pontján is fennakadást okozott a lehullott hó, utakat zártak le, villanyoszlopok dőltek meg, balesetek történtek, illetve több településen is kimaradt az áramszolgáltatás. Az ország nagy részén további havazásra, viharos szélre, hófúvásra figyelmeztetnek. A szélsőséges időjárás által érintett településeken melegedőket kellett nyitni, mert sokan fűteni sem tudnak áram nélkül. A tűzoltókat elsősorban kidőlt fákhoz és árakba csúszott vagy keresztbe fordult járművekhez riasztották. Az zord időjárásban a katonaság is segítséget nyújt a lakosságnak, a kutató mentőhelikopterek mellett a honvédség lánctalpas járművei is készen lépen állnak. 1970-ben mért történelmi rekordot döntött meg 10 cm-rel a Száva folyó vízszintje Horvátországban, jelenleg Jasenovácnál 917 cm. Az áradással az említett településnél 111 katona próbál megbirkózni, rendkívüli helyzetet hirdettek a területen. A Vöröskereszt aktivistái folyamatosan jelen vannak a terepen és segítenek a rászorulókon, melegételt és ruhát osztanak. A csapadékos időjárás következtében Szerbia szerte duzzadnak a folyók. Egyelőre még nincs árvízveszély, azonban az illetékesek figyelmeztetést adtak ki. A Száva vízszintje Belgrádnál ma 473 cm volt, a rendes árvízvédelmi készültség szintje 500 cm, a rendkívüli árvízvédelmi készültsége pedig 600 cm. Sabac környékén a Száva vízszintje 471 cm-ig emelkedett. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet becslése szerint hétvégéig a Száva szintje mindenhol megközelíti a rendkívüli árvízvédelmi készültség felső határát. A Magyar Nemzeti Választási Iroda megkezdte a levélcsomagok postázását, csak nem 366 ezeren regisztráltak eddig, és még 5000 regisztrációs kérelem érkezett az NVI-hez, jelentette be Pál Filon, a Nemzeti Választási Iroda elnöke mai budapesti sajtótájékoztatóján. A napokban majdnem 316 ezer levélcsomagot adnak postára a magyarországi lakóhelyen nem rendelkező magyar választópolgároknak, mintegy 48 ezret vasárnap szállítanak ki arra a 12 külképviseletre, amelyen személyesen vehetik át a választók. Az újabb jelentkezőknek folyamatosan gyártják a csomagokat, a regisztrációs határidő március 24-én délután jár le, így az addig jelentkezőknek később még kiküldik a csomagokat. Kisebbségvédelmi kezdeményezés a határon túli magyar közösségekért és a magyarországi nemzetiségekért címmel tartottak előadást ma délután Budapesten. A rendezvényt közösen szervezte meg a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója és a Rákóczi Szövetség. Az előadó között volt Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. A határon túli magyar embereket és közösségeket számtalan jogsértés éri a mai napig is. Az Európai Unióban egyelőre nincs semmilyen átfogó kisebbségvédelmi szabályozás, pedig nagyjából 50 millióan vannak, akik valamilyen őshonos nemzeti kisebbséghez tartoznak. Egész Európát tekintve a 47 államban összesen 340 történelmi kisebbség él, létszámuk meghaladja 100 milliót, vagyis minden hetedik európai polgár valamely történelmi etnikum tagja. Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, ma azt látjuk, hogy Európában jóval nagyobb támogatást kapnak az újonnan érkezett bevándorlók, mint az őshonos kisebbségek. Azok a nemzeti közösségek, amelyek, vagy akik több száz éve, illetve akár több ezer esztendeje Európában élnek, messze nem kapnak ennyi jogi kedvezményt Európában. A Minority Safe Pack a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés célja, hogy az Európai Bizottság fogadjon el konkrét jogi szabályozást a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében. Legalább 1 millió aláírást kell összegyűjteni 7 uniós tagállamból április 3-áig. Egy jó törvénnyel megelőzhetőek lennének a kisebbségek elleni incidensek, illetve a törvény szigorával lehetne fellépni ellenük, emelte ki Vince Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke.
Ez szavatolná azt, hogy hosszú távon betartatják majd ezeket a jogokat, illetve azt is lehetővé tenni, hogy a különböző jó kisebbségvédelmi megoldásokat megosszák egymással a tagállamok. A Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú segítése, hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, most az őshonos kisebbségek nyelvi és kulturális jogainak védelméért kéri a támogató aláírásokat, emelte ki Csáki Csongor. A Rákóczi Szövetség főtitkára hozzátette, 1989 óta végzik tevékenységüket a határon túli magyarság szolgálatában. Olyan ügyeket vállalt magáról kezdetektől a szövetség, mint a magyar iskolaválasztás, vagy éppen a középiskolások utaztatása, táboroztatása. Már azt tudjuk mondani, hogy a Rákóczi Szövetség egy 25 ezer fős civil szervezet. Az eseményen részt vett a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának és az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke is. A hétfői budapesti rendezvénnyel jelezni szerették volna, hogy a Minority Safe Back nem kizárólag egy magyar ügy, mondta Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója. A magyarországi kisebbségek számára ez egy pont olyan fontos ügy, illetve hát a rendezvényen meg az egész aláírással azt is jelezni akarjuk, hogy ez egy összeurópai ügy, hisz a külhoni magyar kisebbségek, a magyarországi kisebbségek aláírása nem elegendő ahhoz, hogy meglegyen az 1 millió szavazat, hanem más kisebbségeknek is részt kell venni. A szakember hozzátette, az Európai Unió csak nem minden tagországából van aláírás, így abban bíznak, hogy ha meg lesz az 1 millió aláírás, akkor az Európai Bizottság egy kedvező irányba mozdul el. Háromféle módon támogatja a szerb állam a szülőket az elkövetkező időszakban, jelentette be Ana Brnabić a szerbiai RTV műsorában. A szerb kormányfő elmondta, az egyik az anyagi támogatások biztosítása, a másik az e-baba rendszer bevezetése, amellyel csökkennek a családok adminisztrációs terhei. A harmadik pedig a munkahely és a gyermeknevelés összehangolása. A miniszterelnök szót ejtett a szerb államfő által szombaton bejelentett családtámogatási modellről is, mint mondta, fontos az, hogy a köztársasági elnök egy ilyen fontos nemzeti kérdéssel is foglalkozik, és igyekszik napirenden tartani a népességpolitikai kérdéseket. Leszögezte, a kormány pénteken elfogadott egy demográfiai munkatervet, most pedig azon dolgoznak, hogy egy konkrét intézkedésekkel teli akcióterv valósulhasson meg az országban. A mai naptól elérhetőek a támogatott mezőgazdasági hitelvonalak Szerbiában, ezzel a vetés segíteni a szerb állam. Az eddigi 8-9%-os kamat helyett a 40 évnél fiatalabbaknak egy 1%-os, a többi kategóriának pedig 3%-os kamatot kell fizetni. Két napja már megkezdték a támogatás kifizetését a műtrágyára vonatkozóan. Mától lehet kérni a participációmentességet Szerbiában, erre azok a biztosítottak és családtagjaik jogosultak, akiknek a bevételei egy meghatározott összeghatár alatt alakulnak. Egyedül élők esetében ez a minimálbér megemelve 30%-kal, családok esetében pedig fejenként a minimálbér összege. A kérvények munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig adhatók át a köztársasági egészségbiztosítási alap kirendeltségeiben. Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfő nyerte meg a vasárnapi orosz elnökválasztást, a Moszkvai Központi Választási Bizottság adatai szerint megszerezve negyedik elnöki mandátumát. A voksok mintegy 99,84%-ának összesítése alapján Putyin 76,66%-ot kapott. Komoly szabálysértésekről az illetékesek szerint nem érkezett hír. Putyin egységre szólította fel Oroszországot a továbbhaladás érdekében, amikor vasárnap éjjel elment megköszönni a választóktól kapott támogatást a Kreml melletti manéstérre. A moszkvai belvárosban ezrek gyűltek össze. Putyin szerint az eredmény az emberek bizalmáról tanúskodik és arról, hogy reményüket az ország fejlődésébe vetették. Az újraválasztott orosz államfő kijelentette, nem készül újabb alkotmányreformra. A 65 éves elnöknek 2024-ben jár majd le az új mandátuma. Elismerte, hogy gondolkodik mind a miniszterelnök személyéről, mind a kormány összetételéről, de leszögezte, hogy a kabinet átalakítása csak a május 7-i elnöki beiktatás után várható. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Telt ház a Kopuszinai Színház teremben. Temerinben is megemlékeztek az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.
A mellrák elleni küzdelem jegyében a Szabadkai Közegészségügyi Intézet, a Szabadkai Egészségházak a kórházak közösen, valamint az Állami Gyógyszertár, a Vöröskereszt és a Rák ellen küzdők Szabadkai Társasága holnap két helyszínen szervez programokat. Reggel 8 és 11 óra között a Királyhalmi Egészségházban tartanak programokat, amelyeknek fő célja, hogy az egészségügyi ellenőrzések fontosságára hívja fel a figyelmet. 17 órától Szabadkán a Vöröskereszt épületében a mellrák megelőzéséről lesz szó, amelyről egy előadást hallhatnak a résztvevők. Mindkét helyszínen ingyenes vizsgálatokat is tartanak. Szabadkán a Gyúró Gyákovi 14-es szám alatti gyógyszertárban délelőtt ingyenes tanácsokat kaphatnak a résztvevők. Praktično u Srbiji kod 2/3 žena kada se postavi dijagnoza, ona je praktično postavljena u kasnoj fazi bolesti, kada su šanse za uspešnu terapiju vrlo male, odnosno kompletna terapija koja se tada primenjuje je vrlo zahtevna i vrlo teška za svaku pacijenticu, a šansa za petogodišnje preživljavanje je praktično jedna od 7 žena. Svakako ovo prilika da vas uputimo i kažemo našim sugrađanima koji su to faktori rizika. Odnosno kada govorimo o ovoj malignoj bolesti, mi još uvijek ne znamo pravi uzrok nastanka ove bolesti, ali znamo mnogo o faktorima rizika. Milyen szerepe és jelentősége van a helyi ombudsmanoknak? Egyebek mellett ezt ismertette Zorán Pavlovics tartományi jogvédő hétfőn Zentán. Az ombudsman és kísérete az emberi jogok érvényesülésének jelenlegi helyzetéről is tájékozódott a tiszaparti településen. Zorán Pavlovics tartományi ombudsman és kísérete a Zentai Közkórházban kezdte meg látogatását. Ezután a helyi városházán ültek egy asztalhoz az önkormányzatok képviselőivel, a szociális központ igazgatójával, valamint a civil szervezetek vezetőivel. Az ombudsman elmondta, látogatásuk egyik legfőbb célja, hogy a zentai, az adai, valamint a magyar-kanizsai községek vezetőinek figyelmébe ajánlják egy helyi független szerv megalakítását, vagyis a lokális ombudsman megválasztását. Mi smo zemlja koja ne može da se rasipa sa sredstvima, znači i finansijskim sredstvima, imajući u vidu broj građana i mogućnosti u ovom trenutku finansijske sa kojima lokalna samouprava raspolaže. Smatramo da bi trebalo da se razmotri ova naša sugestija, da se prati rad lokalnih organa javne vlasti i da na kraju krajeva građani i građanke imaju mogućnost da se obrate ukoliko budu nezadovoljni radom lokalne samouprave. A látogatás másik célja az emberi jogok állapotának a felmérése volt. Meghívtuk a szociális központ igazgatóját, hogy a szociális jogok megvalósulását fel tudjuk mérni, valamint egyes civil szervezeti képviselőit és a községi képviselőtestület által alakított tanácsoknak a képviselőit is, hogy beszámoljanak arra, hogy a nemek egyenjogúságával foglalkozó szervek munkája milyen állapotban van, azután a gyerekjogokkal foglalkozó szervek mit terveznek, mit csináltak eddig, és nem utolsó sorban a községi közigazgatás vezetője, aki majd elmondja azt, hogy a községi közigazgatásban milyen problémák vannak. A küldöttség következő látogatása alkalmával a helyi önkormányzatok dolgozóinak továbbképzéséről lesz szó. Közelebb az iskolapadokhoz címmel oktatási intézményeket látogatnak meg a tartományi oktatási titkárság munkatársai. A program célja, hogy a helyszínen végezzenek állapotfelmérést, megismerkedjenek az intézményekkel és azok vezetőivel. Korponai Lívia oktatási segédtitkár Bácskosutvalván járt, ahol nemrégiben 3 millió dinár értékben szigetelték az általános iskola épületét. 10 cm vastag szigetelő réteg került az Idős Kovács Gyula általános iskola utca felüli falára. A szigetelésre nagy szükség volt, a régi épületben ugyanis nagy volt a hőveszteség. A befektetés által jelentősen csökkent az iskola fűtés számlája. Az lenne a célkitűzés, hogy ezt az iskolát teljesen hőszigeteljük. A jelen pillanatban beadott pályázat is ennek a céljából íródott, és most arra pályáztunk, hogy a nagy épületnek a negyedik falát, valamint a padlást, tehát a plafonját leszigeteljük, hogy ez is be legyen fejezve ez a fázis. A tartományi oktatási titkárság 2017-ben 250 millió dinár értékben támogatta az oktatási intézmények rekonstrukcióját, így 80 ilyen épületet újítottak fel. A Bácskosutvalvi iskola 3 millió dinár értékben kapott támogatást.
Már a 2018-as évben szintén pályázatot írtunk ki, 150 millió dináros értékben, és nagyon nagy a túljelentkezés, tehát 8-szoros a keretnek. Az általános iskolák, a középiskolák, a diák kollégiumok, illetve az óvodák nevében a községek tudnak jelentkezni, és főleg tetőszerkezet javítására, vizes gócok javítására, illetve a fűtésrendszer felújítására kérték a pénzt az iskolák. A pályázatok elbírálása folyamatban van, 2 hét múlva várhatóak az eredmények. Az Egybolond Század csinál című zenés bohózatot mutatták be Kupuszinán, a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Sturci József amatőr színjátszó csoportja lépett fel. Az eseményen jelen volt Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. Nagy érdeklődés fogadta az előadást, megtelt a színházterem Kupuszinán. Molnár Oszkár játszotta a férfi főszerepet. Egy kicsit fárasztó volt, mert két szerepet játszok, úgyhogy elég sok szöveg is, meg öltözködés, de hát megoldottuk. Mire számíthatnak a nézők ebben az előadásban? Nagyon sok humorra, nagyon sok érdekesség van benne. A Vajdasági Magyarság egyik legjelentősebb amatőr színjátszó csoportja a Kupuszinai. Minden évben a színjátszó csapat évtizedek óta egy új darabbal készül, és ezt az egész falu várja. Tudnélik, itt nagyon nagy hagyománya van a színjátszásnak, egyáltalán a kultúrának, a hagyománynak. A Magyar Nemzeti Tanács támogatja a kupuszinai közösséget a fejlődésben az anyaországgal együtt, mondta az előadás előtti beszédében Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Azt hiszem, hogy ez a falu is érzi együtt közösen, hogy mennyire jelentős, fontos a magyarországi választás közösségünk számára, és mennyire fontos és jelentős az, hogy a mostani magyar kormányt erősítsük meg abban, hogy a Kárpát-medence nemzeti egyesítése tovább folytatódhasson. A Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozójának már házigazdái és nyertesei is voltak a kupuszinaiak. Ez is azt jelzi, hogy a nyugatbácskai településen nagy szerepet játszik az emberek életében a kultúra. Katonadalokkal, szavalatokkal, néptáncosok fellépésével emlékeztek tegnap Temerinben az 1848-49-es szabadságharc 170. évfordulójára. Sokan eljöttek vasárnap este a Temerini Színházteremben a helybeli Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület szervezetében megtartott ünnepi megemlékezésre. A magyar szabadságharc évfordulójáról Temerinben március 15-én is megemlékeztek. Több mint 20 éve rendszeresen megünnepeljük a magyar forradalom és szabadságharc évfordulóját Temerinben. Egy koszorúzással a temetőben, amit minden évben március 15-én délután ejtünk meg. Ez kötelezően 15-én délután 4 órakor zajlik mindig a tömegsír mellett lévő kopjafánál. Az egyesület szakosztályai mellett ilyenkor az idősebbek is fellépnek. A működő szakosztályok közül, hát főleg a népi dolgokkal foglalkozó szakosztályok szerepelnek a műsorban, tehát a citera kórus asszony, citerazenekar asszony kórussal, akkor a néptáncsoportokból a hát a legidősebb mindig vannak, amikor veteránok is visszatérnek. Most a mai esti műsorban is egy páran jöttek. Pásztor Robert, a Temerini KKT elnöke, és Gusztony András, a VMDP körzeti szervezetének elnöke mondtak ünnepi beszédet. Mindketten a magyarországi parlamenti választásokra helyezték a hangsúlyt. Erre kell összpontosítani most ennek a megmaradt kis közösségnek. Én tudom, hogy mi egy csöpp vagyunk a tengerben, de azt gondolom, hogy a tengernek minden csöppjére szükség van ahhoz, hogy összeálljon az a nagy víz, hogy az tengeri legyen, és erre biztattam a ma itt megjelenteket. Ne féljenek, szavazzanak, mégpedig szavazzanak a nemzeti oldalra, arra a pártra megadta kettős állampolgárságot. Vajdaság szerte szinte nincs magyar többségű település, ahol nem emlékeztek volna meg a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról. Kifejezhető ezzel az is, hogy mellette vagyunk Magyarországnak, mellette vagyunk a Kárpát-medencei magyarságnak, és valahol összeér az építkezés, ami az elmúlt 8 évben itt megvalósulhatott, és amelynek reméljük, hogy lesz folytatása is, és legyen is folytatása.
A megemlékezésen a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület tagjai mellett felléptek a helybeli Kókai Imre Általános Iskola tanulói, valamint a Topolyai Csalóka zenekar. Bemutatták a szerb labdarúgó válogatott új mezeit, amelyekben az oroszországi labdarúgó világbajnokságon szerepelnek majd. A szerbiai labdarúgó szövetség döntése értelmében a mezeket a Puma gyártja a focistáknak. A hazai mez piros színű lesz, míg az idegenbeli fehér, a szerb nemzeti zászló színeivel tarkítva. Az említett gyártó a szerbek mezei mellett az urugvái és a svájci csapat szerelését gyártja majd a világbajnokságra. Eddig tartott a híradó, a nap legfontosabb hírei jönnek még egyszer röviden. Újra itt a tél, havazott térségünkben. Az előrejelzések szerint a hirtelen hőmérséklet csökkenés a hét végéig is kitarthat. A Magyar Nemzeti Választási Iroda megkezdte a levélcsomagok postázását. A mai naptól elérhetőek a támogatott mezőgazdasági hitelvonalak Szerbiában. 3 millió dinár értékben szigetelték a Bács-Kossuth-falvi általános iskola épületét. Köszönöm figyelmüket, a pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon reggeliben holnap szó esik az égből potyogó 20 kilós aranytömbökről. A Szabadkai Magyar Rádió napindítójában azzal is foglalkoznak, hogy Topolyán folyamatban van a vízórák távleolvasó rendszerének tesztelése. Tartsanak velünk a továbbiakban is, ugyanis rögtön kezdődik a Flirt című szerb komédia magyar felirattal a Pannon Televízió műsorán. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!